Glamisi kastély Skócia Angus tartományában, Glamis község mellett, Forfar közelében található. A kastély a Lion Clan birtokába volt egészen a 14. századtól. 1034-ben így gyilkolták meg II. Malcolm skót királyt egy vadászházban, ami akkor még a helyen álló. Shakespeare Macbethjének címszereplője szintén ebben a kastélyban lakott, habár a valós történelmi személynek Macbeth skót királynak semmi közel volt a helyhez. Shakespeare szavai így őrizték meg Macbeth nagyságát. Oroszlán szívülő és kevély. Ne bánt, kizú, kiátkozt, kardot rád kiránt. Macbeth legyőzze nem lesz, míg csak a birnámi erdő nem mozdul maga. A 11. század második felében itt élt harmadik Malcolm skót király, első Duncan király legidősebb fia, aki több háborút is hívott az angol királyság ellen. Malcolm második felesége skóciai Szent Margit volt. Első Robert skót király 1306-ban győzelmet aratott a sorsdöntő Bannockburn-i csatában, felszabadította Skóciát az angol uralomtól. A Northamptoni szerződés 1328-ban biztosította és megszilárdította a skót függetlenséget. Janet Douglas, Lady Glamist 1537-ben elfogják, egy családi visszáj egy leszámolás miatt boszorkányság védkében bűnestet találják és Edinburgh-ban kivégzik. Mint szürke hőt kísért azóta is Glamis úrnőjének szememet. 1562-ben Stuart Mária skótok királynője látogatást tesz Glamisben. 1650-ben Cromwell elfoglalja a kastélyt. 1670 és 1689 között Patrick, Glamis harmadik grófja jelentős felújításokat végez a kastélyon. 1689-ben röviddel a Killiecrankie csata után meggyilkolják. 1716-ban a Stuart házból származó II. Jakab, kivégzett első Károly fia, 1685-től 1688-ig 7. Jakab néven Anglia, Skócia és Írország királya meglátogatja Glamist. 1740-ben Cumberland herceg csapatával elfoglalja a kastélyt. 1793-ban Sir Walter Scott meglátogatja Glamist és iszik a híres oroszlán pohárból. 1904-től Claude George Bowes Lyon, a kastély 14. grófja, gyermekeivel köztük Lady Elizabeth-tel gyakran tartózkodik Glamisben. Glamisi kastély az első világháború idején katonai kórházként funkcionált. 1923-ban Lady Elizabeth, azaz Elizabeth Bowes Lyon, feleségül megy Albert Yorki herceghez. 1936-ban 8. Eduard lemond a trónról, és Albertet, a dadogó királyt, 6. György néven Anglia új uralkodójává koronázzák. 1937-ben Erzsébet királyné gyermekeivel, a későbbi másik Erzsébettel és Margit hercegnővel. 1937-ben Erzsébet királyné gyermekeivel, a későbbi másik Erzsébettel és Margit hercegnővel. Bowes Lyon Erzsébet brit királyné, második Erzsébet brit királynő édesanyja, 1986-ban. Erzsébet királynő Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának, valamint a nemzetközösségi királyságoknak az uralkodója, az anglikán egyház feje. A Sedmore és a Kinghorn grófjának lakóhelye 1950-től nyitva áll a látogatók előtt. Glamis jelenlegi 19. grófja, a Master of Glamis, a Lord Glamis és az Earl of Stathorn and Kinghorn címet is viseli.